maguk mit sündörgnek itt. Józoltatunk a vakondokkal. Szeglelhatná ezt az írag az esztét, az ötéted is. Minek? Ahogy is láthatná, hogy végetől kék az ég. Majd valamit. Erre nem gondoltam. Én következem. Mutasd a tenyeredet. Ez. Igen van. Hát nem tudom, hogy hol van. Hát hogy milyenne? Hát ki vagy? Én vagyok az a barátod. Tudni akar, mit hoz a jövő? A jövő azt, hogy véletlenül te kell labdává válsz. Mondta. De honnét tudta? Honnét? Imádom az extrém faszit. Na, vagy te csaló. Sötétbe látom a jövődet. Krista, ide néz. Lóhele. Na is. Ha nem látja. Mi így levelű? Ez az jelenti, hogy nem szokára nagy szerence hullad az embert. És véletlenül elvette az eszedet, ugye már? De csak hazafelé jövett, amikor itt beszélgen láttam, akkor végül találkoztam azzal a Sandival. Sandival? Hát a milyen hiszabban a jossató jelenkbe? Miért? A drága Krisztánk egyáltalán nem babonász. Engem nem feltözött meg az észfész, és egy fán kell lekopogni. Szabad. Tiszteltem, kisasszony. Ha valóban tisztelj, akkor a kezel ne zabáljon, hajra merjük. Menet. A nyú kínált a vállóba. Mindenki szeszegyzőge teszik. Volt neki húsa is. Maga beteg? Viszont a jó színben van. Hát épp eszéke ezen agyalgattam. A drága baráta véletlenül elkeget engem hazudott. Én már nem bíjam azzal, ami pont az abba volt, végül is nekem még betegen annak. És folytassa? Minden tétek. Azt viszel idekiek, hogy mindenki bajós jelt lát magával. Hogy nincs társaszága. Mindenki elkerül. Igen? Tökéletesen. De nem érte valójában, mit jelent ez nekem. Ne értene. Az elszipőre. Bizony, barátom. Amióta véletlenül csak megfertőzött a jó maszkúra szállt bennem, az orvoszát és a halálrendját látják. Hogy én gyógyszerintben nincs is gyógymód. Nincs. De van. De azt hiszem, le kéne kezelnünk valahogy. Mondd ezzel, nem lehetne valahogy megváltoztatni ezt minket? Akkor talán nem kerülne neked. Ez nem kérdezik. Krista! Vesztéket! Nem pirulában, vedel! Barátom! Maga igazából remek kicsősz lesz. Köszönöm, de mi ez, hogy a lepeleg róla? Jöjjön minden nap utókezelés. Felézírom. Minden nap egy etetőrvedő. Fejebb, mi a túró? Fejebb, mégis mi történik itt? Gondoltam, akkor be reklámot, ugye, milyen szép. Csak az a szoporkában elszen. Na jó. Na, mit te csináltál, jobb lesz, ha leállsz ezzel? Miért mondasz ilyet meg olyat? Pedig annyian jól mulattál. Ez egyáltalán visszesz, tudhatnád, hogy ez nem rólad vagy, szóval ez nem rólam. Ézd meg, ha én nem lennék, akkor te sem lennél az. Na jó, meg kérnélek, ha menjél kifelé. Ez egy logli fox. Feljelentést teszek. Vedd azt, tedd szépen azt, én addig én elszólalkozok nélküled. Az már átölje. Nem tehetek semmit.
Magamnak kell lepofozni. Lent van. Tiszteletem. Nos, mi újság? Kezd eljebb élenni a lelki egyensúlya? Csodásan. Már ég a társaságát? Hát nemrég. Végül találkoztam valakivel, aki pontosabban imád engem. Épp beszélgel. Maga az Isten óvta őt, mert az Isten egyáltalán maga az Isten. Akkor ez példátlan sziker, a pszichész babonáltamok legyek küzdésére. Hát igazából pajtászok bizony nem érjesz lehet a félelmet. Sikerült legyűrnie? Hát, maradéktalanul, de Odin, erről szólsz senkinek, nem akarom nyilvánhozni. Nyugi, a titoktartás is elkötelez. Hát akkor jöhet a bacsomagolás. Majd, ha bolond lennél, na jó, ki volt az a cipés ott? De majd nem leszek ilyen kedves? A kedvesség az illetően maga kedves? Na mi az? Meg is feladta az álma itt? Ellenkezőleg, Odi teljesen túl messzire ment. Volna ellen egy jó fogadásom. Mihez fogadsz velem? Hát persze fogadok. És rájöttem, hogy tudnánk ezzel megtréválni. Várj egy picit. Na úgy! Csak szóiban. Na jó, nincs is jó, mint egy hétvégi program. Azt hiszem, jobb lesz, hogyha én most... bocsánat, csak egy szóra. Hála szörülök, hogy itt lehetek. Mi több? Jóft fogunk harapni. Mit szólsz hozzá? Nem kell. Ez egy felmondási levél Krista részére. Kedves Odin, sajnálom, hogy ilyen unnak voltam, de attól tartok, el kellene mennem. Mert ha nem hagyod abba ezt a nagy halszi hőstit, akkor kénytelen leszek jelenteni a rendőrséget. Tetszik ez az én otthonom. Sajnálom, hogy de ő kérte. Viszlát. Mit tettem? Elhagytam. Elhagytam! Ez miért? Talán hozhatom valahogy? Csak egy kis kémia kell hozzá. Egy valódi kémia. Jó papa, ide egy... specialista kell. Ez a specialista! Miért nem jutott az eszembe? Specialista kell. Ezt úgy hívják, hogy specialista. Eltűnhetsz. Nem megpróbálok telefonálni. Halló? Igen, itt Odin Sparks vagyok. Igen. Azért telefonálok, hogy van nagy itt az űr. Krisztának nyomon veszett. Nem tudnának esetleg segíteni? Ma szabad napjuk van. Hol vannak most? Balatonon. Tehát ez a Balaton. Nem. Na, ide figyeljen. Az engem nem érint. Azonnal jöjjenek ide rögtön. Mert ha nem jönnek ide, akkor mindenkit kiugatok. Mindenkit? Betelt a pohár! Önvész nélküli madár lettem. Molly? Molly? Csak ott te itt vagy. Nézd, tudom, hogy ennyi halakszol, de segítened kell. Én már segítettem. Annyi lesz két. Például csak annyi, hogy soha ne állsz
senkinek, legfőképpen Krisztának sem. Mi történt? Be akarják zárni a jövendő mondói boltot? Látod, megérdemled. Nem kellett volna elkergetned Krisztát. Hát igen, nem kellett volna, de mi ez? Nagy ég, az ellenük tölnek, ne hagyjuk haz nélkül. Szép kisfiák. Pszt. Tesszik, itt elbújjunk. Hol van az a piszok? Jönni fog nekem ez KFC-vel. Na hát, elnézést. Csak nem vágtad magad borotválkozás közben. Elmagyaráznál mindig, mi folyik itt? Én a polgármester vagyok. Mégis mit jelentsen ez? Figyeljek, kérem, mindent elmagyarázok. Én mondom neked, valódi élet ez. Végül is jól nem megyünk vissza a pártira, csak hogy azért, hogy végül jól alakulnak a dolgok. Erre nem mondanék mérget. Nézd! Ez megint. Hát szép napot, hölgyek. Ugye tudják, hogy beszélgál az helyre jöttek? Megbocsászol, de itt valami szörnyű tévedés számozott. Nem tudtam, hogy ez a maga háza ez. Hát szabad egyáltalán tréfálkozni. A maguk háza ott lesz, azon én ott voltam. Tudnám, hogy ti kette viszont jobban összeillenétek. Ezt honnan tudja? Tudod, az én házam. Jöjjenek! Beszélgettem volna a maga üzletével. Én is van valami, amit mindenki felfejtette. Hogy ez az én üzletem, az enyém. Úgyhogy ha maga el akarja venni, hogy megtenni, akkor jobb lesz, hogyha velem számolod. Jó, akkor holnap kihívlak téged egy bálványra. Bálvaj! Egy jó poén. Te majd meg fogod bánni. Hogy fogod te túlélni? Hiszen majdnem fel fog nyugasztani. Meg fog nyugasztani, nem fel fog. Öregem, mégis hová jutott a javják? Nem tehetek fel, csak kitáloznom kell. Volt egy világ, amióta tudok, nem tehettek ki róla, hogy az üzletem robog. Robogba hevelzés világ. Hát akkor csak élnem kell, élnem kell. Most mihez kezdjük? Az üzletünknek annyi. Hát akkor próbálj vele beszélni. Épp ez igen nagyon fáradt vagy. Lázas vagy? Nem. Meg jobb lesz, ha befejezed ezt. Nem baj lesz, nem lehet. Láttam neki azt, hogy véletlenül megölítem az összes családi titkaimat. A családi örökségemet, amit mindenképpen elfelejtettem. Bárcsak itt lenne a drága szüleim. Na hát, de mit gondoltam, hogy neked vannak szüleid? Kezdem el új nótával. Volt egy kis kapek, amióta járkál. Nem tehetek róla, hogy egyáltalán mászkál. Ott mászik fel a fán, mint egy matyek. Akkor csak ha rókázik, akkor véletlenül pereng. Volt egy iszlányka, amit henyél, amiért kérlek, befejeznéd ezt a konyi kályást. Mit csináljak? Tökre itt vagyok idegroncsban. Hát akkor jobb lesz, hogy te most beladsz. Hidd el. Ha így is beladtam, akkor te is. Nem lesz itt a semmi bajod, hogyha te megteszed. Ez biztos. Mi lesz veled? Miért annak, hogy végül is nem voltam ennyien az pászban? Köszönöm. Ez elegáns vagy. Hihetetlen tiért a korázba kötök ki.
Na minden, majd csak kieveli. Jó estét! Ma képezte egy pofátlan pofákon ide? Hát csak ezt közelítem. Ne tréceljük, UV-sugárzás közeledik. A meszett? Hopp, ez tegnap kijelült. Újat kell otthoni. Hozok vizet, felszerez. A beteg úgy is állni fog. Igaz, még hozzá bőrig. Kész. Távozhat, fiam. Kedves. Most már bizonyos, hogy a sikeresen sikerült eredményesen leküzdenünk. Vagyis, hogy így is mondhatjuk. Holnap reggel le foglak dobni a vízbe. Kisvén bizok. Azt hiszem, be kell zárnunk. Végre akarom mondani, de szörnyű. Hát akkor kezdek csomagolni. Jaj, mi történik? Levél senki szaladta. Na jó, most már kezdhetek imádkozni. Jó van, hát a videálogot. Jó, de hogy mondtad? Hát nem tudom, hogy mondtad, hevelt a lábát. Várjuk, talán lehet az egyet. Az az akna volt, de a tipléccünk. Nem fogok ezen imádkozni, de szeretném otthonnád, hogy nagyon jó, ha látfogodnál. Miért bajom? Lefelejsz autogramot küldelni, a csöv. Hát, ami közé is van. De fiát, ki irányítja ezt a hajót? Azt hiszem, tengeri beteg. Tartsák el, Krisztina néni megmentőjét. Krisztián, te visszajöttél? Hát persze, ezért vagyok én. Hajt! Össze nem fogok fogni. Köszönjük imádkozni? Hát persze. Kapaszkodj! Nézzük, 10, 20, 30, 40, 50 ezer. Nem leszolgált. Be kéne zállatnom ezt a micsodát, de mit a disztelj peszége, ezt kapom helyette. Na szervusztok, pajtikák. Hát nézd a dolg jó oldalát. Épp peszége jó sikerült a dolg, de az üzletnek már annyi lett. Hát az egész az én hibám. Nem lett volna szabad üzletet csinálni. Az üzlet teljes elvett a veszemet. De nincs a dolg jó oldalát. Én beszélgem, nem kell visszamenni Balton ellenére. Balton ellenére egy lakáckisz. Vitikupasz. Érted, hogy értem? Hát rögtön gondoltam. Francis, meg itt ezt csinál. Nézzétek csak egy minuttal, ezt az ajándékot nem láttátok még. Nézzétek! Egy pillanatú, nem is gondoltam. Menzd az éjhátat! Jön valami tornádó, és nem kedves látvány. Ó, már csak szívnom kell, ez kicsit. Ez komoly. Nem lehet betenni. Várjunk, miféle tornádó? Nyomjuk fedezéket.
Magyarázatot kérek, majd otthon, hogyha véletlenül bele ne pusztoltunk. Hát végül az Elza nem bocsátott meg minket, ahogy én sem. Marét is, hogy miért nem húfnág el Pistihez mehettem volna fejhez. Tényleg, miért nem?